Győrszabadhegyen mintegy 15 ezeren élünk, ebbe beleértem természetesen a lakótelepi részt és a családi házas részt is. Újabb városrészbe ér a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtési akció. Szombaton ezúttal itt Szabadhegyen várják a lakosságot. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt volt már hasonló kezdeményezés a körzetben, akkor óriási sikerrel zajlott az akció. Ebben az esztendőben a Zöld utcai autóbuszforduló a helyszín. Ennek egy oka van, a Szabadhegyi Közoktatási Központ udvarán épül a műfüves futballpálya, amelyet Hajszán Gyulával kezdeményeztünk, hogy legyen itt Szabadhegyen is egy ilyen, és ez nem teszi lehetővé, hogy ott rendezzük meg ebben az esztendőben a kihelyezett hulladékudvart, amire számítunk, mert szerintem a helyszín a lehető legjobb, hogy ide egy 300 tonna körüli mennyiség érkezik, ami gyakorlatilag a tavalyi mennyiséggel megegyezik. A hétvégi lehetőség főleg a társasházas övezetben élőket érdekelheti, de minden szabadhegyit szívesen látnak, akinek kidobni való hulladéka van. A körzet egyik képviselője több száz résztvevőre számít. Tényleg odafigyelnek az emberek, és nem véletlenül köszöntem meg a hozzáállást, mert egyre kevesebb az a kidobott zugszemét, ami az előző éveket jellemezte. Viszont tényleg a nagyságrendi, tehát a méreti problémák azok, ugye nem minden autóra lehet felszerelni csomagtartót, vagy nem minden autóba fér be a csomagtartóba mondjuk egy hűtőszekrény, vagy nem tudom, nagyobb kanapé, ilyesmi, tehát azokat nehéz elszállítani. Most itt gyakorlatilag, hogyha azt vesszük, akkor egy bringára földobva, vagy de le lehet csúsztatni. Második éve járja végig a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtési akció Győr különböző városrészeit, és mindenhol nagy siker a kezdeményezés. Most is rengeteg érdeklődő lehet Szabadhegyen. Olyan 150-200 fő szokott nagyjából egy ilyen egy nap alatt megjelenni ezeken a gyűjtési akciókon, és inkább sok kis mennyiségű hulladékot hoznak az emberek, ami nagyjából egy személyautó hátuljába befér, vagy biciklin elhozható, vagy egy táskába belerakható, ez a tapasztalat eddig. Mennyiségileg azt tudom mondani, hogy elég sok az ilyen lomjellegű dolog, amit még autóval el lehet hozni, elég sok az elektronikai és fém hulladék, amit hoznak, és kis mennyiségben természetesen minden egyéb más hulladék. Szombaton reggel 8 és este 18 óra között ide a Zöld utcai buszfordulóba várnak mindenkit, akinek kidobni való lomja van. Ahhoz, hogy ezektől ezúttal ingyenesen szabadulhassanak meg, mindössze egy lakcímkártyára vagy egy hulladékdíjcsekre van szükség.